Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Megszerezte első tavaszi győzelmét a Kisvárda Master Good. 2-0-ás hazai sikerrel zárult az Ibrány nagyhalászrangadó. Megújult sporttelepen fogadják a vendégeket a mátrészalkai focisták. A címvédő Újfehértől nyerte a megyei futsal bajnokságot. Hagyományteremtő sportversenyt rendeztek Gyulaházán. Csörgőlabda bajnoki fordulónak adott otthont Nyíregyháza. Megszerezte idei első bajnoki győzelmét a Kisvárda Master Good. Sós Imre együttese idegenben egy gólos hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Szeged ellen. Én úgy gondolom, hogy ezen a mérkőzésen azért a körülményekkel is meg kellett küzdeni, a pálya nem volt igazán méltó a két csapatnak a játékához, de természetesen a Szeged is a pályán volt, úgyhogy kemény, nemes ellenfélnek bizonyult. Hátrányba került a csapat az első fél idő derekán, ebben a bajnokságban látjuk, hogy nagyon nehéz még egyenlíteni, és nemhogy fordítani hátrányból. Mi kellett ahhoz, hogy sikerüljön ez a Kisvárdának? Én úgy gondolom, hogy a játékos állmány tekintve azért mi előbbre tartunk, mint a Szeged, nem lebecsülve természetesen a szegedi csapatot, de biztos voltam abban, hogy ezt a mérkőzést meg fogjuk nyerni, látszott a srácokon az elszántság, ami kellett ahhoz, hogy ha ezt kivisszük a pályára, akkor ezt a meccset meg fogjuk tudni fordítani. Milyen hozadéka lehet ennek a győzelemnek, hiszen az előző két meccsen sem játszott rosszul a csapat, de azért a három pont mégis három pont, és egy győzelem mindig ad valami pluszt. Remélem, hogy nagy hozadéka lesz, hiszen ugye azért dolgozunk hétről hétre, hogy megnyerjük a mérkőzéseinket, ami éppen az aktuális meccs. Hogyha ezt a három pontot nézzük, akkor olyan két mérkőzés fog következni, akár a Siófok, akár a Soroksár személyében, vagy ellenfeleként, amelyből én úgy gondolom, hogy ha jól fogunk tudni kijönni, akkor nagyot léphetünk előre a tabellán, illetve hát már akkor elértük azt a célt, hogy a csapat megőrizte a másodosztályi tagságát is. A hétvégén Zsinórban a negyedik idegenbeli meccs következik, mégpedig annak a Siófoknak az otthonában, amelyik három győzelemmel kezdte a tavaszt. Milyen meccsen, milyen ellenfélre lehet számítani? Amikor egy csapat elkapja a fonalat, akkor ugye jön egy olyan periódus, amikor minden befelé pattan. Biztos, hogy egy jó mérkőzés lesz, hiszen tévés mérkőzés is lesz. Ugye a Siófok is jó rajtolt, én úgy gondolom, hogy mi is, annak ellenére, hogy ugye két döntetlennel kezdtük a bajnokságot. Én nagyon remélem, hogy mind a tévé előtt ülők, mind pedig a helyszínen meg jelenlévő nézők jól fognak tudni szórakozni, és hát sikerülni fog elhozni a három pontot Siófokról, hiszen nekünk ez mindenféleképpen a célunk. A bajnoki rajta előtt nagyon optimista voltál a tavaszt, illetve az eddig három mérkőzés mennyire igazolta a várakozásodat? Részben, hiszen három mérkőzésből csak egyet tudtunk megnyerni. Sajnos az elsőn hiába játszottunk jól, több egyén hívát elkövettünk, ami miatt nem tudtunk nyerni. A második mérkőzésen úgy gondolom mindenki nagyszerűen teljesített, de szerencsénk nem volt. Most a harmadik mérkőzésen, ha bár nem játszottunk igazán jól, de legalább szerencsénk volt, és így tudtunk nyerni. Az ősszel ellentétben, amikor azért kihagytál mérkőzéseket, most folyamatosan a pályán vagy a saját teljesítményed, de mennyire vagy elégedett? Amit mondtam neked régebben, hogyha a felkészülést meg tudom csinálni, és nem leszek sérült, akkor valószínűleg pályán tudok lenni elég sokat. Két mérkőzést végigjátszottam, az első gólt szereztem, nyilván mindig lehet jobb, lehetett volna jobb is, de úgy gondolom, hogy első három mérkőzésre megfeleltem. Milyen ez a mostani várdai csapat? Én úgy gondolom, hogy nagyon erős a keretünk, sok kiváló játékosunk van, főleg középpályán és elől. Próbálunk egy olyan egységet alkotni, hogy a csapat minél jobb legyen. Neked mi az elvárásod a következő sorozatban, negyedik idegenbeli meccsen, hiszen mint említett, hogy nagyon jó szériában van a Siófok? Ismerem a Siófokot, kaposváriként sokat játszottam ott, mindenképpen a három pontot tartanám elfogadhatónak. A listavezető Ibrány győzelmével zárult a megyei első osztályrangadója. Gerlicki Máté együttese 0-0-ás fél idő után 2-0-ra vert a nagyhalász, és megőrizte 6 pontos előnyét a tabellán. A futballban sem vannak ingyen semmit, nektek is meg kellett dolgozni azért a három pontért. Te hogy láttad a kispadról, a pálya mellől, mi döntött a javatokra? Hát az, hogy mi döntött a javunkra, mi próbáltunk játszani, az ellenfél is nagyon markánsan részt vett a mérkőzésben, jóval erősebb volt, mint a tavalyi szezonban, úgyhogy ez egy nagyon nehéz meccs volt, nehéz meccsre számítottunk. Hogy mi döntött a javunkra? Hát az, hogy az ellenfél kihagyott egy óriási helyzetet, utána mi megszereztük a vezetést, ennyi döntött a mi javunkra. Ezelőtt a meccs előtt alig kellett motiválni a játékosokat, akár az egyik, akár a másik oldalon.
a színvonalában a megyei első osztályú viszonyítva milyen volt a meccs szerinted? Megyeihez képest szerintem tűrhető volt a színvonal, magasabb osztályt, ha nézzük, akkor meg egyáltalán nem. Tehát most a megye egynek ez teljesen tökéletes volt. Féltünk a pályától, hogy mély lesz, az szerintem használható volt a pálya, lehetett volna rajta játszani. Kicsit kapkodtunk, idegesek voltunk, persze, hogy múlt héten kikaptunk, ez befolyásolt mindenképpen. Aztán erre a rangadóra azért ezek a srácok nem ilyen meccseket játszanak hétről hétre, és azért, hogy egyik oldalon és másik oldalon is szurkolótábor van, ez biztos megfog mindenkit, és teljesen másképp játszanak, meg elsők vagyunk, és akkor ott a tét a lábakon, hát ezt kell akkor most majd gyorsan kiiktatni, akár jövő héttől, és akkor szerintem rendben lesz minden. Ez a győzelem egyébként úgy érzed, hogy visszatalálta arra az útra a csapat, amelyen ősszel járt? Az ősszel nagyon jó formában zártuk a szezont, a félszezont, mert ott sorozatban nyertük a meccseket. Most kihagytunk ugye 2,5 hónap szünettel, tudtuk folytatni a 15-ről a 16. fordulót, úgyhogy az minden csapatot megfog mindenféleképpen. Az, hogy most visszataláltunk-e, hát most persze reménykedik az ember, hogy ez akkor rendben van, azért van még munka, nem kevés. Hétvégén kijelen léptek pályára. Szerintem a legnagyobb riválisunk a Sényő érkezik, őket első perctől kezdve úgy kezeljük, hogy ők mindenképpen a legkomolyabb riválisunk. Egy nagyon nagy meccs lesz, aztán nem tudom, hogy a hiányzóink, mert két belső védőnk hiányzik, a Bodó Gabi és a Dajka Laci, hogy velük mi lesz jövő héten, ha nem tudnak játszani, akkor nehéz a helyzetünk, de meg kell oldalunk mindenféle szituációt. Az utókor majd csak azt tudja, hogy volt egy Ibrány nagyhalász mérkőzés, amelyet a hazai csapat 2-0 nyert meg. A kispadról milyen volt a vesztes edző szemszögében ez a találkozó? Hát nyilván tudtuk, hogy milyen csapathoz jövünk játszani, egy nagyon felkészült, egy nagyon együtt lévő csapat. Nyilván jobban játszottak, többet birtokolták helyenként a labdát, de viszont a helyzeteink nekünk voltak a nagyok az első fél időben, és azt nem tudtuk berúgni. A második fél időben is 1-0 előtt nekünk volt helyzetünk, amit nulláról illet volna berúgni, nem sikerült, kaptunk egy szerencsés ellenfél szemgólt, utána rúgtak egy nagy gólt, én gondolom megérdemelten nyert az Ibrány, és gondolom itt megnyeri a bajnokságot, és csak gratulálhatunk nekik az eredményhez is, meg a bajnoki címhez is. Hangulatában, körítésével a közönséget is tekint, de milyen volt ez a meccs? Ilyen én nem sokat találkoztam egyébként, még annak idején Lugos időszakban, egy nagyobb csapatok jöttek, akkor 800 az ember ott is kijött meccset, de az 15 évvel ezelőtt volt. Már most sok M1-es csapat megelégedne ennyi néző, mint Ibrányban megjelenik meccset. Gyakorlatilag új csapat kezdett épülni télen Nagyhalászban, 15 új játékos igazolt, és ugye új az edző is. Mennyire van kész ez a Nagyhalász? Még kellett volna 5 hét, mert még most is egy játékosunk Ausztriából jött, csatárunk, még nem nincs kész az igazolása. Hát 5 hét kellett volna még, hogy felkészüljünk. Szerintem akkor ez a csapat készett volna. Most nem akarom elkiabálni, de ha együtt van úgy a csapat, hogy nullára indult, most kezdődik a bajnokság, én azt mondom, hogy azért a 10-ben magasan benne van. Most pedig hát gondolom egyértelműen a bennmaradás kiharcolása a cél. Ez nyilván mindenki azt szeretné, de most aki a futball benne van, én 67-ről vagyok a futball, ezért ezt kijelenteni, ez nagy képviselő lenne meg minden. Játszunk. Most következik a Kemecsemecs, az se lesz könnyebb alapjávéve, mint az Ibrányi, nem azért, mert Kemecse Ibrányi leszintű csapat, hanem nyilván ők is benn szeretnének maradni. Ha azt a meccset tudni hoznánk, mondjuk ha nincs a futball, meg otthon Sényő ellen így tudnánk játszani, és nem kapnánk ki, akkor elmozdulnánk a nulláról mondjuk 10%-ra. 3-0-ás vereséget szenvedett a Nagycsettől a Máté Szalka. A hazaiak legfeljebb annak örülhettek, hogy megújult környezetben fogadhatták a vendégeket. Máté Szalka életében a 2016-os év tavaszi nyitányaként kettős ünnepet is ünnepelhetünk, hiszen itt a sporttelepen, hiszen a Máté Szalka MTK labdarúgó szakosztályának tavaszi nyitó mérkőzését láthatjuk itt a mai délután folyamán. Azért mondom, hogy ünnep, hiszen a szomszédvári rangadó az minden esetben, korábbi években is mindig ünnepként szerepelt a bajnoki labdarúgásban, és itt Máté Szalka most a nagyecsedi Rákóczi esélyt fogadja a mai napon, így aztán szomszédvári rangadó lesz.
Másrészt azért nagyon nagy öröm, illetve külön öröm Máté Szakiak számára, hiszen a TAU támogatásból, ami 2011 óta ugye létezik, Magyarország kormánya révén ugye a látványos sportágak esetében egyfajta támogatási rendszerrel működteti a sportágakat. Így Máté Szak esetében két ilyen látványos sportágról számolhatunk be, a kézilabda és a labdarúgás, ahol ilyen támogatási rendszerben működünk. Örömteli tény az, hogy ebben az évben ezt a TAU támogatáshoz szükséges pályázati rendszerben kiírt keretösszeget teljes mértékben fel tudtuk tölteni. Ennek kapcsán Máté Szakán természetesen azon felül, hogy a utánpótlás sportolók, közel 200 sportolóról van szó, folyamatos napi szinten való működtetését, fejlesztését végezzük. A sportágnak az infrastruktúrális fejlesztés is egy nagyon fontos eleme kell, hogy legyen. És ez nem csak a versenysportot, hanem a városban működő tömegsport rendezvényeknek is a szintere itt Máté Szakán. És ennek kapcsán egy 6 millió forintos beruházással az MLS révén Máté Szaka város önkormányzata 3 millió forinttal lesz kiegészítve, infrastruktúrális felújításokat és beruházásokat végzett. Így újult meg Máté Szalkán az öltöző, aztán biztonsági intézkedések kapcsán a sportpályán, a centerpályát körül ölelő kerítés megújításra került. Ezen kívül, hogyha normális játéktéren szeretnénk, hogy labdarúgóink optimális feltételek között készülhessenek és mérkőzés játszanak, éppen ezért egy automatikus öntözőrendszerrel bővült ez a pálya infrastruktúrája. A centerpálya mellett lévő salakos pályának a befűvesítése történt még, és egy nagyon örömteli fejlesztés történt, ami a szurkolóknak és az ide kilátogatóknak a komfortérzetét növelti, egy 100 fős fedett lelátó épült a sportpályán. Úgyhogy ezeket a fejlesztéseket ezekből a TAU beruházásokból tudtuk megvalósítani. A jövő tervei már előttünk vannak, műfüves pályák vonatkozásában és további létesítményfelújítások és bővítése kapcsán, és remélem, hogy ugyanezt a támogatási rendszert igénybe tudjuk venni, egyrészt a szakszövetség által, másrészt pedig Máté Szalkán lévő gyárak, üzemek és cégek, cégvezetők közreműködésével és segítségével az önkormányzat koordinálása mellett ezeket a keretösszegeket, amelyek a pályázat összegében szerepelnek, feltöltésre kerülhetnek, reményeink szerint ugyanúgy, mint ebben az évben. A címvédő Újfehértó nyerte a harmadik alkalommal kiírt megyei futsalbajnokságot, a második helyen a Cigánt, a harmadikon pedig a Nagycserkész csapata végzett. A tapasztalat az az, hogy az újoncok is, illetve akik már évek óta itt részt vesznek ebben a pontvadászatban, nagyon komolyan vették. Nyugodtan mondhatom, hogy nagyon sok kiegyensúlyozott mérkőzés volt. Most nem voltak meg azok a hatalmas különbségek, illetve ritkán volt hatalmas különbség csapatok között. Talán egy csapat lógott ki egy kicsit, de a többiek nagyon szoros mérkőzést játszottak. Jól mutatja, hogy ha valaki elkezdi böngészni az adatbankot, a labdarúgó szövetség adatbankját, akkor láthat olyan meccseket, hogy 9-9, 8-9, 6-7, 7-5, 11-10, tehát nagyon-nagyon szoros mérkőzések és sógolos mérkőzések voltak, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy közönség szórakoztató találkozókat játszottak, és ahogy észrevettük, azért a csapatok is várták és örültek ennek a lehetőségnek, hogy ismét elindítottuk a megyei bajnokságot. Amikor elindítottátok a futsal megyei bajnokságot, az volt a terv, hogy évről évre nőjön a csapatok száma, most mi a helyzet, ugye ez a legutóbbi szezon 7 csapattal futott végig. Sajnos pont az a helyzet, hogy évről évre csökken egy csapattal, tehát 9-8 és 7, hát reméljük, hogy jövőre nem 6 lesz. Nagyon bízunk benne, hogy majd fog növekedni a csapat létszám. Azért azt látni kell, hogy nagyon nehéz. Ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az infrastruktúra nem csak a nagy műfős pályáknál látszik meg, hogy egy kicsit hátrányba vagyunk, hanem az ilyen csarnokoknál is. Ugye a futsal mérkőzés, ahol lehet játszani, ott kell egy olyan csarnok, amely minimum kézilabda méretű pályával rendelkezik, és emellett még az egyik oldalt lelátó is található. Hát nagyon kevés ilyen csarnokunk van a megyében, jól mutatja ez, hogy Tarpa például a hazai mérkőzéseit Vásárosnaményben játsza. Ennek ellenére nagyon bízunk benne, hogy lesznek új belépők. Szóban már azért többen jelezték, hogy a következő pontvadászatba szeretnének elindulni. Nagyon remélem, hogy ez meg fog valósulni, realizálódni fog. Például, hogy Máté Szalka jelezte, hogy visszalépne a bajnokságba, Levelek jelezte, hogy gondolkodik, ezen egy nyíregyházi csapat is jelezte, hogy szeretnének. Tehát nagyon-nagyon reméljük, hogy a következő pontvadászatban meg lesz a 8 vagy akár a 10 csapat is, és hát természetesen mindenféleképpen szeretnénk negyedszer is kiírni majd 2016 év végén a férfi futsal megyei bajnokságunkat. Az segíthet, hogy ugye van NB1-es csapata, van két NB2-es csapat a futsalban a megyének. Így van, ez mindenféleképpen húzóerő, hiszen azért azt lehet látni, hogy ezek közül a gyerekek közül, akik most NB1 és NB2-ben játszanak, nagyon sokan a megyei bajnokságba kezdték el, és ott ismerkedtek meg a futsal alapjaival. Tehát egy az egyben ugye az egész Csenger csapata ott kezdte
kezdte el, és amikor megnyerték az első évben a megyei bajnokságot, annak köszönhetően, annak a sikernek köszönhetően indultak el az MB2-be, a nyírgyulaiak közül is voltak, akik azért játszottak a megyei bajnokságunkba, és hát az Ezüstcsikó csapatával is, főleg akik ősszel játszottak, ugye szintén voltak, akik a megyei bajnokságban játszottak, és nyugodtan mondhatom, ez egy nagy fegyvertény, illetve egy nagy vonzás a játékosoknak, hogy MB-s szintű futsal csapatba is mehetnek, és igenis innen van felfelé vezető út. Azért említsük meg azokat a csapatokat, amelyek átvertik most az érmeket és a jellegeket. Első helyen az a csapat végzett, aki tavaly is megnyerte a bajnokságot, ez az Újfehértó együttese, és hát nagyon-nagyon minimális, talán 4 ponttal előzte meg a Cigány csapatát, akik végig ott volt. Igen, most gondolom sokan felkapják a fejüket, hogy a Cigányt hogy kerül ide, hiszen Borsod megyei csapatról van szó. Pár méterre, pár kilométerre van a megye határtól, és kérték, hogy beszeretnének lépni, mivel Borsodban nincs ilyen bajnokság. Örömmel vettük őket, és nagyon örülünk, hogy részt vettek, hiszen nagyon sportszerű csapat benyomását keltették. Hát a nagy Cserkesz a harmadik, az örök harmadik, nyugodtan mondhatom, Kósa Jánosék mind a 3 évben a 3. helyen végeztek, úgyhogy ők vehetnák át érmeket, illetve serleget. A Fair Play győztes a Tarpa csapata lett, a gólkirály pedig az a Madzin István, aki első évben is gólkirály volt, úgyhogy ő egy tipikus gólgyáros. Megvédte a bajnoki címét a megyei futsalbajnokságban az Újfehértói együttes. Mennyire volt nehéz ez a legutóbbi szezon, mennyire volt nehéz a címvédés? Egyedül szerintem csak a Cigán volt, aki felvette velünk a versenyt. Ugye otthon mi játszottunk egy 9-9-es mérkőzést, idegenbe ők tudtak egyedül elverni bennünket. Szerintem a Cigán volt még az a csapat, amelyik felvette velünk a harcot. Több vezető panaszkodott a csarnok gondokra, terem gondokra. Nektek milyen lehetőség volt kispályán készülni Újfehértón? Nekünk egy nagyon-nagyon szép csarnokunk van. Szerintem a megye egyik legszebb csarnoka. A feltételek nagyon adottak. Most az idén kaptunk egy eredményjelző táblát, amit a minisztériumtól kaptunk. Az is megkönnyítette a helyzetünket. Nekünk teljesen adott minden. Utánpótlásunk rengeteg lenne. Hát adott a feladat, hogy elgondolkozzunk az MB2-n. Egyébként hogy tapasztalod, ugye az első évben másodikak voltatok tavaly, meg az idén elsők, fejlődik megyei szinten is a futszál? Az a baj a futszállal, hogy a megye egyes csapatok nem nagyon engedik el a játékosokat, mert igazából minőséget ők tudnak adni, ők tudnának adni. Egyébként hogy látod, a nézők körében mennyire népszerű focinak ez a változata? Nálunk Újfehérdon nagyon szeretik a futszát, nagyon sokan is látogatnak ki, ezért is gondoltunk arra, hogy az MB2-ben mindenféleképpen el kellene indulni, mert hozzászoktak ehhez a megye egy színvonalhoz, az nézők is az jobb focira vágynak. Melyik bronzérem megszerzése volt a nehezebb, a mostani, vagy az előző évi? Szerintem ez sokkal nehezebb volt. Sajnos rosszul kezdtük a szezont, az első meccsen el sem tudtunk menni. Nehezen állt össze a keretünk, de végül aztán a hatalmas hajrával sikerült a 3. helyet meghoznunk. Mint a legtöbb csapatban, a Nagycserkeszében is nagypályás játékosok játszanak, mennyit tudtok kispályán futszál gyakorolni? Hát sajnos igazán edzéseik nem nagyon vannak, inkább a téli terembajnokságon játszik együtt a csapat, és főleg a szakmai csapatra alapozzuk itt a futszál csapatunkat. Azt mondják a szakemberek, hogy a futszál a gyors kispályás játék segít a nagypályás fociban. Mi a tapasztalat, tényleg így van? Én az edzővel egyeztetve, Hók Bélával folyamatosan konzultálva beszéltük ezeket a dolgokat. Ő örült neki, hogy a fiúk futszáloznak, és tényleg sokat fejlődtek. Az összjátékban, a kombinatív játékban szerintem sokat elfejlődni a futszálba. Egy futszál csapat milyen költségvetésből gazdálkodik, honnan tudjátok előteremteni a meccsekre, elutazáshoz, felszereléshez, több hasonló dolgokra szükséges összeget? Ástán túl sok mérkőzés nem volt. Itt a TAU pénzből, illetve a szponzorok segítsége tudjuk előteremteni a pénzt rá. Van egy kis buszunk, amit a női csapattól szoktunk kölcsön kapni, és ezzel így könnyebb eljutni egy-egy mérkőzésre. Mi a terv a következő szezonra, bár még odébb van a rajt? Természetesen megint a dobogó a cél. Reméljük, most már sikerül egyel feljebb lépni, úgyhogy ezt szeretnénk megcélozni. Rendhagyó, egyben hagyományteremtő sportversenynek adott otthont a Gyulaházi Sportcsarnok, ahol épp és sérült fiatalokból összeállított csapatok mérték összetudásukat. A rendezvényen 6 intézmény képviseltette magát. Nagyon jól érzik magukat a gyerekek, és azt hiszem, hogy itt ez a legfontosabb, hogy ezt sikerült elérnünk, hogy együtt tudnak mozogni, egymásért tudnak mozogni, és az együtt játéknak az élménye azt hiszem, hogy nagyon sokat segít a sérült gyerekeknek is ahhoz, hogy úgy érezzék, hogy a társadalomnak ők is egy ugyanolyan fontos részei, mint a nem sérült társaik. Úgyhogy szeretnénk ebből hagyományt csinálni, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy lényegében már elkezdtük ezt korábban, amikor a díjátadó gálán is közösen díjaztuk a sérült, illetve az egészséges gyerek.
gyerekeket. Így meg most már a sportterén is teljesen egyként kezeljük őket, ennek egy azt hiszem nagyon komoly szimbóluma ez a mai rendezvény is. A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a egészséges gyerek is tudnak profitálni a hasonló rendezvényekből, hiszen rájönnek, hogy milyen áldás a számukra, ami esetleg a partnerüknek hiányzik. Igen, igen, ez is egy nagyon fontos szempont, illetve az, hogy ők is megtanulják azt, hogy hogyan kell bánni az embertársainkkal, azt hiszem, hogy ez egy úgymond egy pszichológiai nevelő hatása is van, és az elfogadásban is nagyban segíti őket a hétköznapokban is, hogyha itt játékos formában találkozhatnak, ismerkedhetnek, azt hiszem, hogy ez tényleg a hétköznapok részévé is válik majd az ő életükben. Ez az első ilyen rendezvény a megyében, mint említettük, akkor várható, hogy a továbbiakban több hasonló is lesz. Igen, igen, nagyon szeretnénk, hogyha tudnánk több ilyen rendezvényt megvalósítani. Ennek a sikere az már látszik, hogy garantált, tehát azt mondom, hogy ezen már nem kell gondolkoznunk, hogy ezt tovább vigyük-e, vagy nem vigyük. Ne vigyük, reméljük, hogy még idén is tudunk megvalósítani, de nem, akkor jövőre mindenképpen folytatjuk ezt a programot. A gyulázi sportcsarnokban egy új rendszerű verseny debütál, hiszen egészséges gyerekek és tanulásban akadályozott gyerekek sportolnak közös csapatokban. Hogyan került ide ez a rendezvény? Első alkalommal szerveztük ezt a versenyt, amelyet támogatásból tudjuk megrendezni közösen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diák és szabadidős egyesület pályázott, és mi, mint együttműködő partner, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei fogyatékos sportolók szövetsége egy szabadidős rendezvényre, és ebből a támogatásból tudjuk megrendezni, és én nagyon örülök ennek, hiszen mi szabadidős sport versenyeken már szerveztünk integrált versenyeket, például Tarpán, aztán ugyanitt Gyulaházán is, de mint ahogy elmondta, itt a tanulásban akadályozott tanulók, tehát a diákoknak van egy nagyon-nagyon, hát úgy gondolom, hogy mondhatom azt, hogy egy szuper versenye az épekkel, és itt ilyen közös, tehát épek és a mi sérült tanulóink versenyeznek külön kis csapatokban, és ez egy nagyon jó dolog, hiszen az integráció, a társadalomba való beilleszkedésnek ez egy nagyon-nagyon nagy lépcsőfoka, és mi nagyon örülünk ennek, és köszönjük a lehetőséget, hogy a négy iskolából el tudtunk hozni gyerekeket, és ezen a rendezvényen részt tudunk venni. A Gyulaházi iskola csarnok ad otthont ennek a speciális versenynek. Milyen számokkal készültek a szervezők? Testnevelő kollégáimmal egy váltóversenyt állítottunk össze, amely vegyes csapatokból volt. Együtt versenyeznek a sérült gyerekek az egészségesekkel, illetve ezt követően a focit nagyon várják. A foci az mindig népszerű. Ez a terem egyébként is híres arról, hogy nagyon sok jó futballmeccset játszottak már itt. Utána egy futballmérkőzésre, kerülsre egy körmérkőzésre. Aztán a vadonatúj pingpongasztalainkat felállítjuk az aulába, ahol asztali teniszbajnokságot fogunk lebonyolítani, és mivel az időjárás kedvezőre fordult, ki tudunk menni a kinti gumipályán, pedig kosarazni fognak a gyerekek. Hét csapat részvételével rendezték meg Nyíregyházán a Csörgülabda országos bajnokság harmadik fordulóját. A győzelmet a Tatabánya szerezte meg, a rendező Fehérbotese négyvereséggel zárta a tornát. A csörgőlabda sportág egy régi új sportág, hiszen 2001 óta játsszuk ezt a sportot itt Nyíregyházán, viszont a mostani esemény attól apropó, hogy most először van magyar bajnokság itt Nyíregyházán, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy a magyar bajnokság fordulója itt Nyíregyházán tudott megrendezésre kerülni. Kik érkeztek ide, honnan jöttek a csapatok? Tulajdonképpen ebben az elmúlt évtizedben három csapata volt a magyar bajnoki fordulónak, Eger, Budapest és Nyíregyháza, és az elmúlt másfél évben szinte megduplázódott a csapat, hiszen Szombathely, Tatabánya, Pécs és Nyíregyháza, valamint Sárospatakkal vagyunk együtt ebben a magyar bajnoki fordulóban. Milyen esélyekkel lép pályára a nyíregyházi együttes? Mi nyíregyháziak, hogy a hátsó mezőnyben vagyunk, de úgy látjuk, hogy a küzdelemnek sokkal nagyobb jelentősége van, hiszen azt látjuk, hogy amikor látássérültek sportolnak, arra mindenki odafigyel is. Egyrészt a mi örömünk is a sportolás, másrészt pedig azok számára is példát adunk, akik egészségesek, hogy lám, milyen jelentősége van a rendszeres testedzésnek, a sportolásnak vagy a küzdelemnek. Én azt gondolom, hogy az a játék öröme, ami a mi dicsőségünk ebből a szempontból.
és hát most egyelőre meg kell küzdenünk a mezőny második harmadában a helyezéseket tekintve. Egy sokak számára ismerten sportág, a csörgőlabda országos bajnokság egyik fordulóját rendezik itt Nyíregyházán. Mit kell tudni a sportágról? Mennyien űzik Magyarországon? Csörgőlabda sportág a Kézilabda Szövetség berkein belül működő sportág, tehát a Magyar Paralimpiai Bizottság integrálta a Kézilabda Szövetséghez ezt a sportágat. Ez kifejezetten látássérült emberek részére kitalált és feltalált sport. Ezt a II. Világháború után megvakult katonák részére találták ki rehabilitációs célból, és abból nőtte ki magát egy rehabilitációs sportból paralimpiai sportággá. A paralimpián ez az egyedüli olyan sportág, amely nem adaptált, tehát nem egy meglévő sportnak az átdolgozása, hanem ez kifejezetten csak látássérült és vak sportolók játszhatják. Magyarországon a magyar bajnokságban 5 csapat játszik a felsőházban, 5 csapat az alsóházban. Körülbelül olyan 120-140 fő az, aki aktívan sportol és regisztrálva van. Azon vagyunk, hogy ez minél nagyobb szám legyen, és hogy minél több látássérült embert be tudjunk vonni ebbe a sportba. Nemzetközi szinten hol helyezkedik el ez a sportág? Nemzetközi szinten Magyarország most a férfiaknál is és a hölgyeknél is a B csoportban van, az európai mezőnyben. Azt kell tudni, hogy ugyanúgy, mint minden labdás sportban, itt is van a Európában, a világon 6-8 csapat, aki akármikor körbeverheti egymást. Sajnos mi most már egy ilyen 10 éve kikerültünk ebből a 6-8 csapatból, de azon vagyunk, hogy mind a férfi, mind a női válogatott visszakerüljön az elitbe, az elitkörbe. Erre úgy néz ki, hogy most októberben megrendezett B-csoportos Európa-bajnokságon lesz a következő lehetőségünk, hogy visszajussunk az A-csoportba. Ez 10 csapatos a B-csoport, és az első 3-ban kell ahhoz végezzünk, hogy A-csoportosok lehessünk. Erre úgy néz ki, hogy a férfi válogatottnak most nagyobb esélye van, mert a női csapatunk most alakult újjá. A férfiak viszont remélem, hogy eséllyel indulnak a feljutásért. Tartsunk egy rövid szabályismertetőt, hogy néz ki ez a sportág? A pálya maga egy 9x18 méteres alapterületi téren zajlik. A játékosok szeme le van takarva, tehát hogy egyenlőek legyenek az esélyek. Le van ragasztva a szemhéja mindenkinek, mert hogy gyengéllátók is játszhatnak, illetve egy sötétített síszemüveget visel mindenki. A tájékozódás az tapintható vonalakon zajlik, 3 játékos játszik 3 játékossal szemben, a teljes pálya szélesség, a 9 méter szélesség az a kapu. Az a cél ugye, hogy ez az 1 kg 25 dekás, tehát nem könnyű kosárlabda méretű labda, ami ugye csörög, ahogy a sportág nevében is benne van, ez teljes terjedelmével átjusson a gólvonalon. A labdát ugyanúgy, mint a tekések, nekifutásból elgurítjuk. Testtestényű küzdelem nincsen, tehát minden csapatnak megvan a védekező, illetve a támadó zónája, ami 3-3 méteres, illetve van egy 6 méteres semleges zóna. A cél az, hogy a 3 játékos megfogja az ellenfél gurítását vetődéssel, illetve a másik csapatnak meg természetesen az, hogy a labda gólba jusson. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.